Sziasztok! A napokban újabb extrákat adtam a szimulátorhoz. Úgy, mint a kétoldali index külső dizájnfénye elől-hátul, a hozzátartozó indikátorjelzésekkel az óracsoportban, valamint a távolsági fényszóró indikátora egy kis külső fehér dizájnfénnyel. Ezt mutatom most be. Először is kezdtem a tápegység egyik csatlakozójának blankolásával. Készítettem egy pozitív és egy testkábelt kábelsarukkal. Ezeket áthúztam a tűzfalon. Ezt követően leszedtem a műszerfal alsó takaró paneljait, és megkerestem a bal kormánykapcsoló csatlakozójának irányjelző vezetékeit. Leszedtem a bandás szalagot, és elkülönítettem, elvágtam a vezetékeket. Ugye korábban már bemutattam, hogy a kormánykapcsolók működnek a játékokban, így az arra lehetőséget biztosító gémekben a saját szerepüket is betölthetik. De mégis hiányos volt számomra a használatukból eredő valós visszajelzés. Főleg az óracsoport indikátorait illetően, mivel minden esetben motorháztetős kamera beállításokkal játszom, így ezekből a visszajelzésekből semmit nem kaptam. A munkafolyamat legnagyobb részét a vezetékelés, csatlakozó szerelés tette ki, mivel a kapcsolást és az itt látható, nem szakszerű kapcsolási tervet már korábban megálmodtam. Alulról követve a képet, ahogy legelőször bemutattam, a tápellátással kezdtem, melynek pozitív oldalát bekötöttem a kormánykapcsoló csatlakozójának 8-as kiosztásába. Ez a két irány kapcsolójának a közös pontja. Ezután irányonként egy-egy relébe csatlakozik, mely irányjelzés során aktiválódik, és az Arduino megfelelő vezetékeit kapcsolja össze, ezáltal a játék is megkapja a jelet a kapcsolásról. A probléma itt az volt, hogy jóhiszeműen az autó reléjét próbáltam használni, de a kis teljesítményű ledek miatt nem ment át rajtuk elég áram, így amellett, hogy a ledek fényét is visszafogták, még át sem kapcsoltak, ezért az Arduino sem kapott jelet. Szóval a végeredmény kedvéért egyelőre most kihagytam a reléket, és ha a napokban megkapom a rendelt darabokat, majd pótolom. A következő állomása a körnek az index reléként jelzett állítható sebességű villogtató relé. Ez adja az indexeknél megszokott kattogó hangot is. A korábbi relétől jövő 12 volt aktiválja és villogtatja az óracsoport indikátorát és a futófényt. Itt megjegyzem, hogy ha már kiszedtem és vezetékeltem az óracsoportot, akkor megszüntettem az ABS hibajelző működését annak áramkörének bezárásával. Az óracsoport csatlakozóinál csak a két irány indikátorának pozitív vezetékeit kellett megkeresni, és párhuzamba kötni a LED szalag pozitív kábelével. Az imént elmondott folyamatot végigvittem a távolsági fényszóró kapcsolójával, annak vezetékeivel, valamint a LED szalag és óracsoport indikátor hozzátartozó vezetékeivel is. Oldalanként első és hátsó ledek párhuzamban lettek kötve. Ezután a testvezetéken bezárult a kör. A következő hasonló terv a hátsó lámpák aktiválása a fékpedál használatával, valamint az óracsoporton még mindig világító fék kézifék jelzés működtetése a kézifék által. I'm nothing but a monster.